Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják május 17-én péntek este. Tartsanak velünk! 1990 óta védi szövetség a kisvárosok érdekeit, a tagok Tatán tartották közgyűlésüket. Beszámoltak a Tatán is alkalmazható tapasztalatokról a diákotthon pedagógusai. Nagy népszerűségnek örvend Simon, a terápiás kutya a tatai gyerekek körében. A tengeren túlra is eljutottak már Barzsóni Mészáros Valéria képei. Városunkban tartották a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségének idei közgyűlését. A szervezet az elmúlt 18 évben részt vett minden jelentősebb az önkormányzatok életét érintő törvénytervezet előkészítésében, a tagönkormányzatok szakembereinek bevonásával, emellett a csoport részese az éves költségvetési törvények előkészítésének is. A rendszerváltás idején alakult meg a Kisvárosok Szövetsége, amely jelenleg 93 taggal rendelkezik, köztük Tata is szerepel a listán. Idén városunk adott otthont a szövetség közgyűlésének és konferenciájának, azonban a házigazda szerepen túl Tata más szempontból is fontos része a közösségnek. A mai napban három fő témakörünk van. Az első, amivel kezdeni fogunk, itt a kisvárosok jövőbeni fejlesztési elképzeléseinek az ügyes-bajos problémája. Itt a szövetségünk, mint önkormányzati országos érdekvédelmi szövetség, mi letettünk egy elképzelést, amelyet sokat dolgoztunk az elmúlt hónapokban, többen is, és most a szövetség tagjai részére is megküldésre került, és megvitatjuk, társadalmi vitára bocsátjuk ezt az anyagot, hogy hogy is képzeljük el az adott városainkban az következő uniós ciklusban, a 21-27 közötti ciklusban a fejlesztési forrásoknak a elosztását, és ebben szeretnénk a kormányzat segítségét kérni, és nem csak segítségét, hanem szeretnénk partnerek lenni, és van egy elképzelésünk, amelyet a kormányzat asztalára leszeretnénk tenni. A szövetséghez bárki fordulhat, a tagság és a tagságon kívül is azok az érintettek, akik ebbe a kategóriába tartoznak, település kategóriába, és természetesen nem csak a szövetség tagjainak, hanem minden ilyen típusú, meg egyébként az önkormányzati rendszerben más településeknek az érdekeit is képviseljük, hiszen a más szövetségekkel is együtt gondolkodunk, és lehet, hogy vannak olyan jellegű helyzetek, amikor közösen kell fellépnünk, és ebben is tudunk egyetérteni, és tudjuk mind a 3200 önkormányzatnak az érdekeit képviselni. A közgyűlésen a tagok megtárgyalták a legfontosabb napirendi pontokat, majd a konferencián előadásokat is meghallgathattak a kisvárosok képviselői. Olyan programot kezdtünk el közösen kidolgozni, és annak a munkálatai azok itt folytak Tatán, vagy Tata fogtam össze ezt a munkát, ami azt jelenti, hogy a falusi kis települési támogatási rendszerhez, ugye ez a Magyar Falu programhoz hasonlóan, vagy a Modern Városok programhoz hasonlóan, nagy-nagy szükség lenne egy kisvárosi programra, egy olyan állami támogatási rendszerre, amiben a magunk fajta, magunk nagyságú települések, városok, azok a kisvárosok, amilyen 10-20 ezer lélekszámúak, amelyikek mondjuk egy járásnak a központja, valami hasonló állami, állandó állami támogatásba részesüljenek fejlesztéseikhez, programjaikhoz. Ennek a koncepcióját raktuk itt össze Tatán, és mi magunk is komolyan dolgoztunk benne sok munkatársammal együtt a hivatalból, és ennek a munkának az eredményében reménykedünk, hogy a közeljövőben valamikor megjelenik a kisvárosokra mért fejlesztési program is. A Tatán tartott gyűlés a kapcsolatépítésen túl számos fontos kérdéskörrel is szolgált a tagoknak. Szakértői tanulmányúton vett részt a Tatai Diákotthon 9 pedagógusa az Erasmus Plus program keretében tavaly októberben. Az intézmény munkatársai Dániában a 14 év feletti autizmusban érintett gyermekek oktatását, képzését, munkaerőpiaci és társadalmi integrációját tanulmányozták. Ennek tapasztalatairól ma a szülőket is tájékoztatták. A Komárom-Esztergom megyei óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium
9 pedagógusa utazhatott Dániába 2018. október 22-e és 29-e között, mindezt egy nyertes Erasmus Plus pályázatnak köszönhetően. Az újúti intézmény tanárai egy szakértői tanulmány úton szerezhettek tapasztalatokat az autizmussal élő fiatalok segítését reprezentáló dániai modell megismerése során. Az ott szerzett tapasztalatokról egy szülői értekezleten számoltak be a diák otthon munkatársai. Elsődlegesen ez a program ugye az autizmussal élő gyermekeket érintette, és hát azoknak, akiknek a legnagyobb segítségre szüksége van, és akiknek a legnagyobb segítségére szükségünk van, azok ez esetben a szülők, és úgy gondoltuk, hogy nekik is látniuk kell, hogy milyen jó példák vannak Európában, és hogy mi szeretnénk ezen az úton velük együtt egy irányt megszabva haladni a terveink megvalósításával. Álmok azok születtek Dániában szép számmal. Igazából tényleg a kollégák nagyon merészek voltak, és amint hazajöttünk, egy-két jó gyakorlatot megpróbáltak a mindennapokba beemelni. Ehhez nagy segítség volt a Menő Menza elnevezésű projektünk, aminek keretében egy teljesen új tankonyhában kezdhették meg ezt a munkát. Itt az autizmussal élő fiatalok tulajdonképpen olyan tevékenységet végeznek a mindennapokban, amellyel egy úgynevezett ilyen nyitott büfé várják a pedagógusokat egy héten egyszer, és ez azt jelenti, hogy nem csak ők készülnek elő és fel, hanem folyamatosan ők szolgálják fel az ételeket, tehát hogy személyes kapcsolatba kerülnek, tehát olyan megpróbáltatások elé helyezi őket ez a szituáció idézőjelben, ami a szocializációs folyamatukban nagyon fontos szerepet tölt be. Dániában láttunk egy úgynevezett aktív pihenőkertet, aminek több feladata is volt. Egyrészt az, hogy fűszernövényeket termeltek, illetve különböző kertészeti ismereteket tanultak itt a fiatalok. Másrészt pedig, hogy lehetőség volt elvonulni, egy kicsit közösségi programokat szervezni, illetve olyan családépítő programokat, amelyek ugye mind a közös cél elérését szolgálják. És hát a szülők fantasztikusak voltak, mert egy emberként álltak a program mellé, és itt az iskola területét rendbe tették. Pontosabban az iskola területéből egy részt rendbe tettek, ahol magas ágyás került telepítésre, és a kert kialakítása, illetve az ültetése még folyamatban van, de igazából azt gondolom, hogy a jövő tanévben ez is tökéletesen fog működni. Rendszeresen szerveznek úgynevezett állatasszisztált foglalkozásokat a Móri Zsigmond Városi Könyvtárban. A kutyaterápiás órák célja, hogy a gyermekek fogékonyá váljanak a felelős állattartás iránt, fejlődjön az empátia készségük és növekedjen az önbizalmuk, miközben ismereteiket a legkülönfélébb területeken bővíthetik. Dr. Simon május 17-én a Jászmin iskola legkisebb diákjait várta egy kutyaterápiás foglalkozásra a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba. A gyerekekre ez alkalommal is sok játékos feladat várt, aminek fő témája természetesen a magyar vizsla volt. Ez alkalommal megismerhették konkrétan a rövidszőrű magyar vizsla kutyafajtát. Hála Dr. Simonnak és gazdájának, Sukta Klárának, ők bemutatták részletesen ezt a kutyafajtát, és a gyermekek pedig Simon megsimogatásával mindazt, amiről elméletben hallottak, így meg is tapasztalhatták. Volt kirakós feladat, volt ügyességi labdajátékos feladat, gitáros ének is, a kutyadal most már egy ideje minden foglalkozásnak a része. Ez a dal egyébként a kutyáknak a hold ugatásával áll kapcsolatban, úgyhogy ezt belecsempészük minden alkalommal, mert a gyerekek nagyon szeretnek énekelni, ezt ilyenkor bizonyítják is, és ezzel jól fel lehet dobni egy foglalkozást. Nem csak a tanulókra, a könyvtár munkatársaira is nagy hatással volt Simon az utóbbi időkben, hiszen egy kutyaterápiás foglalkozás vezetéséről szóló képzésen vettek részt a könyvtárosok. A tatai terápiás vizsla egyébként a foglalkozás kezdete óta már több mint 100 diákkal találkozott. Januártól járunk havonta egy gyermekkönyvtári foglalkozásra ide a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba, és hát januártól idáig ez az 5. alkalmunk volt. Nekünk is nagyon jó gyakorlási lehetőség, és nagyon nagy élmény együtt dolgozni a könyvtárosokkal, a gyermekkönyvtárossal, mert ők közben elmentek egy továbbképzésre, ahol megtanulták azt, hogy hogyan tudnak együttműködni egy terápiás kutyapárossal, és most már nem csak a gyermekek oldaláról, hanem a kutya
szempontjából is nagyobb figyelemmel tudnak tenni a program összeállítására, de egyébként mindig együtt állítjuk össze, és együtt gyakoroljuk el a programokat. A tanév utolsó felhívása a rajzolást kedvelő gyerekeknek kínál remek lehetőséget, ugyanis a meseíró pályázatra érkező művek egyikéhez egy illusztrációt kell készíteni a diákoknak, aminek leadási ideje május 25-e. A legügyesebb tanuló főnyereménye pedig nem más, mint egy nyári táborban való ingyenes részvétel, ahol dr. Simon lesz a házigazda. A 90-es évek elejétől grafikusként készíti állat és vadász témájú portréit Barzsóné Mészáros Valéria, a 40 éve Tatán élő alkotó egy korábbi baleset miatt látásának több mint felét elvesztette, de a rajzolás és a festészet iránti szeretete nem változott. Útjaim című kiállítása a Művelődési Házban látható. Barzsóné Mészáros Valéria a 90-es évektől grafikusként tevékenykedik. Több mint 10 éve azonban baleset véget látásának felét elveszítette, azonban az alkotás szeretete nem múlt el. Egy évtized után, bár izgatottan, egy kiállításon tekinthetik meg elképesztő képeit a tatai közönség a Magyari Zoltán Művelődési Központban. 10 évvel ezelőtt abba hagytam az egész rajzolást, mert én úgy írtam, hogy baleset érte a szememet, és hát mondom, valami mégis csak buzog bennem, és most újra elkezdtem festeni. Nem rajzolni, nem azt a finom mechanikát, amit eddig csináltam, hanem olajjal tájképeket. Ott nem szükséges ugye a szimetria, meg a milliméternyi pontosság, mert egy szemmel azért nincs térlátás. Úgyhogy ennyit sikerült most kihoznom magamból, és összejött annyi anyag, hogy gondoltam, kiállítom. Itt vagyunk. Nyilván a természet az régről is bennem van, hogy szeretem, az állatokat főleg. Még oda nem merészkedtem, hogy elkezdtem mondjuk egy kis madarat, de még ahhoz több minden kell. Úgy értem, hogy az úgy nézzen ki, ahogy régen csináltam, meg tetszett nekem is. Mert aztán van egy pár kép itt most is, aminek háromszor estem neki. De nincs egy olyan tökéletlen kép, amit ne lehetne örökezdeni. És én mindig valakikkel, vadász festőkkel, meg egyéb festőművészekkel állítottam ki. Hát 10 évvel ezelőtt volt az utolsó. Évenként volt vadásztársaságnak is ilyen rendezvénye, ott rendszeresen. Úgyhogy legutolsó 10 éve volt. Az útjaim című tárlat egészen június 5-éig tekinthető meg a művészet kedvelő közönségnek a Tatai Művelődési Házban. A választások zavartalan lebonyolítása érdekében a kormányablakok, így a tatai kormányablak is meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket május 26-án reggel 6 órától egészen este 7 óráig, annak érdekében, hogy biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zavartalan intézését. Ezen a napon kizárólag a személyazonosításra alkalmas okmányok kiadására, valamint lakcímigazolvány pótlására van mód. Folytatódnak a források által okozott károk helyreállításának munkálatai a május 1 úton, a ma is tapasztalható szivárgórendszer melletti burkolatot javítják majd a szakemberek a május 1 úton. A kivitelezési munkák idejére a május 1 út és a Komáromi utca csomópontjában jelzőőrök irányítják a csomópont forgalmát, a május 1 úton kétszer egy sáv lesz járható. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT felhívja a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a Patara Fesztiválra való tekintettel ők is rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket május 28-án és 30-án és 13 órától 17 óráig. Folytatódnak a programok a Család és Karrier pontban jövő hét hétfőn vállalkozásindítás címmel tart előadást Nagyné dr. Blahó Piroska, a Tatai Járási Hivatal munkatársa. Az érdeklődőket május 20-án 10 órára várják a Piarista Rendházba. 4 éves a Tatai Mártai Játszókert, ebből az alkalomból szerveznek programokat június 2-án a Jászmin utcai általános iskola udvarán. 13 órától 17 óra 30 percig tartanak a családi vetélkedők, a meglepetés produkciók és a kézműves foglalkozások. Balog Anna könyvbemutatójára kerül sor a hétvégén, május 18-án szombaton 18 órára várják az érdeklődőket. A programban a Tatai Versbarátok köre is közreműködik.
Péntek esti híreinket összefoglaljuk még egyszer, röviden. 1990 óta védi szövetség a kisvárosok érdekeit, a tagok Tatán tartották közgyűlésüket. Beszámoltak a Tatán is alkalmazható tapasztalatokról a diákotthon pedagógusai. Nagy népszerűségnek örvend Simon, a terápiás kutya a tatai gyerekek körében. A tengeren túlra is eljutottak már Barzsóni Mészáros Valéria képei. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Május 17-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én szép estét és kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Viszontlátásra!